Napjaink pánikotkeltő megbetegedéséről, az ebola-ról is beszélt Tibolt Antal főorvos, a PTE munkahigiénés és foglalkozás egészségügyi központ igazgatója az iparkamaránál tartott munkaegészségügyi nyílt napon. A főorvos szerint nincs veszélyben Pécset senki, nem fenyegeti térségünket ez a betegség. Az ebola pánikra gondolunk, hozzátenném előjáróban, hogy jelenleg a mi környékünkön, Közép-Európában, Magyarországon semmilyen olyan gyanús megbetegedés eset nem történt, ami bármiféle pánikra adna okot. Tehát ezt szeretném leszögezni, mert ugye nagyon sok rémhírt hallunk. Ennek ellenére minden lehetőségre fel kell készülniük a szakembereknek, mondja Tibolt Antal. Például ezt a témát is komolyan kell kezelni, tehát meg kell tenni a megfelelő szükséges óvintézkedéseket, a megfelelő védőeszközöket beszerezni, a megfelelő szervezési lépéseket megtenni, és így talán uralható marad a helyzet. A főorvos a biológiai tényezők jelenlétével járó tevékenységek kockázatainak kezelési lehetőségeiről tartott tájékoztatót a munkaegészségügyi nyílt napon. De a munkahelyeken jelenlévő veszélyes kémiai anyagokról is hallhattak előadást az érdeklődők. A veszélyes anyagok száma egyre nő, közel 13 millió veszélyes anyagról van tudomásunk, illetve több mint 13 millióból, és ebből igazán ismert 2000 vegyi anyag, tehát nagy kockázatnak vagyunk kitéve. Ennek a fontosságát szeretném feleleveníteni, illetve az a célom vele, hogy kicseréljük a tapasztalatainkat, mert úgy tudjuk előrevinni a szakmát. A rendezvény része volt az április 2-án indult munkaegészségügyi információs programnak. A szervezők célja a munkáltatók, a munkaegészségügyi és munkabiztonsági szakemberek segítése, a helyes gyakorlat bemutatása, a foglalkozási megbetegedések megelőzésében. Az iparkamara és a munkavédelmi felügyelőség közösen szervezte a tájékoztató napot.